Günter Grass 1999-ben, egészen pontosan akkor, amikor megtudta, hogy övé lesz az irodalmi Nobel-díj abban az évben. A 87 évesen elhunyt német író, költő, képzőművész, politikai aktivista megosztó személyisége halálában is zavarba ejti a világot. Első regénye, a Bádog dob Oscar-díjas filmváltozatának egy-egy snittje, Günter Grass pipázik, Günter Grass dedikál, ezek a képek most újból bejárják a világ sajtót. A nekrológok igyekeznek tárgyilagosak maradni, vitathatatlan írói munkássága mellett felidézik közszereplésének máig vitatott momentumait. Ezek egyike volt, hogy verset írt arról, milyen fenyegetőnek látja az izraeli nukleáris arzenált. Ez még tőle is sok volt, Izrael nem kívánatos személynek nyilvánította. Ami szigorúan vett pártállását illeti, a szociáldemokraták köréhez tartozott, gyakorlatilag közszereplése kezdetétől. Németország külügyminisztere szerint egyfajta apafigura volt ő, aki sok tévelgőt terelt jó útra. Például azokat, akik a háború után a lehető leggyorsabban szerettek volna felejteni. Günter Grass pályafutásának legkritikusabb pillanata az volt, amikor utolsó, 2006-ban megjelent művében megírta, hogy 10 évesen a náci Waffen-SS tagja volt.